Hogyan indult a 2021-es év? Erről kérdeztük Földváriné Simon Ilonát, a karcagi nagykonreformátus általános iskola igazgatóját. A szünetben nem kaptak házi feladatot a gyerekek, csak szorgalmi, de így is vannak, akik foglalkoztak a két hét alatt is a tanulással. Természetesen ez nem kötelező, mert a szünet azért van, hogy pihenjenek, mondta az iskola vezető televíziónknak. Szünetre nem szoktunk a gyerekeknek házi feladatokat feladni, de tényleg vannak nagyon szorgalmas diákjaink és olyan szülők is, akik arra kérik a gyerekeket, hogy olvassanak. Szorgalmi feladatokat szoktunk egyébként kiadni, olvasmányokat ajánlunk, sőt alsóban még olvasó naplót is készítenek az igazán szorgalmas gyerekek. Természetesen nem kötelező, mert a szünet azért van, hogy pihenjen mindenki. A jövő héten már kezdődnek a felmérések. Mi a javítás lehetőségére ellenőrző útján december elején felhívtuk a szülőknek a figyelmét, tehát december eleje óta. Na most iskolánkban is szeptemberben hagyományos módon kezdtük el a tanítást, és így megyünk végig, tehát nem kellett az első fél évben átállni a digitális oktatásra, és nem kellett az iskolát úgymond bezárni. Tehát folyamatosan ment a tanítás, és folyamatosan a számonkérések is emellett. Úgy most, hogy visszajöttünk, a héten még egy picit a gyerekek úgymond ráhangolódnak. Jövő héten kezdődnek el a felmérések, a felmérési naptárunk szerint, tehát jövő héten már megyünk a hangosolvasás felmérésére, és a tanítónénik, illetve szaktanárok is már ugye készülnek a félévi felméréseknek a megírására, megírattatására. Az osztályozó értekezletet úgy tervezzük, hogy mind a három telephelyen külön, hogy ne együtt legyenek a pedagógusok, tehát külön a Varró 4-ben első-második évfolyam, a Calvin 5-ben a harmadik-negyedikes tanítónénik, illetve a Calvin 2-ben pedig a felsősök. Tehát hagyományos módon fogunk ülni, és megbeszéljük a magatartás szorgalom értékelését, illetve a tantárgyi osztályzatokat, és a pedagógusok javaslatot tehetnek a javításra, mint ahogy eddig is ezt megtették. Hogyan tudtak elmenni nyílt órákra most ebben a digitális oktatás formájában, vagy milyen anyagot kaptak, vagy milyen videókat kaptak a leendő iskoláktól? Iskolánkban október 9-én tartottuk a úgynevezett pályaorientációs napot, és akkor még volt lehetőségünk középiskolákat meghívni a nyolcadikosok számára. Négy középiskola jelentkezett, illetve konkrétan volt is a iskolánkban. Ezt a gyerekek ezen részt vettek, ezen az alkalmon. Ugye elmenni nem lehetett, későbbiekben a beiskolázási tájékoztatók, vagyis a nyílt napok lelettek tiltva, a középiskolák nem jöhettek, de nagyon sok középiskola nagyon tartalmas bemutató filmeket készített, és azokat elküldte iskolánk számára, illetve nyomtatásban is kaptunk anyagot, tehát én azt gondolom, hogy az érdeklődő tanulók, vagy az érdeklődő szülők hozzá tudtak jutni ezekhez az anyagokhoz, akár az iskola honlapján, a középiskola honlapján, és én azt gondolom, hogy a pályaválasztásukat ez a vírus nem zavarta meg ilyen értelemben, hogy ők nem tudtak személyesen elmenni. Egy picit azt gondolom, azért az óvodásoknál, a leendő elsősöknél kicsit nehezebb a helyzet, hiszen azok a felvételinek nevezzük, hanem ilyen foglalkozások, iskola előkészítő foglalkozások, azok most nem nagyon tudtak megvalósulni az elmúlt hónapokban. Az elmúlt évben, október 19-én még sikerült megtartani a szülők számára a beiskolázási tájékoztatót, ezt én meg is tartottam, és azt láttuk, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát nagy volt az érdeklődés.
A betervezett iskola előkészítő foglalkozásokat, ez 9 alkalom volt, március végéig terveztük. 2 tudtunk megtartani, úgymond élőben, amikor is itt voltak a gyerekek, és jöttek a szülők. A 3. alkalmat már nem mertük bevállalni, akkor már nagyon benne voltunk a járványos időszakban, tehát nem vállaltuk be, de a tavaszi hetekben, ha erre lesz lehetőség, akkor szeretnénk ezt bepótolni, szeretnénk ezt folytatni, még a beiratkozást követően is, hiszen nem szeretnénk, ha gólya programunk is elmaradna, amivel készülünk a gyerekek számára. Az előzetes felmérések alapján 3 első osztályt indítanak 20-20 fővel.